Képzeljétek el, mi történt. Ugye itt lakunk mi, és ha innen egy picikét visszatolhatunk, mindjárt kezet váltunk. Szóval mindjárt visszatolhatunk, és meglátjátok, miről beszélek. Szóval itt van ugye mellettünk egy föld, és itt van mellettünk ennek az útnak a túloldalán még egy föld itt. Tehát gyakorlatilag köztünk van egy darab üres föld, ugye megnézzük oldalról is, és hát ez a föld, ez igazániból már elég régóta nem volt lakott, illetve nagy ritkán egy ilyen idős házas pár itt ezekben a kis háromszögletű házakban egy-egy napra kijött, de semmi több. Na most, ma arra mentem ki, hogy iszonyú egy láncfűrész, zúgás van, és itt ezen az úton áll egy nagy fehér mikrobusz. Mindjárt félreállunk, mert ez így túl hangos lesz. És elállta az utat, épp hogy elfértem mellette gyalog, és akkor látom, hogy egy férfi ember így dolgozik, vágja a fát. Hát csak oda mentem már hozzá, mert nem úgy nézett ki, mint az öregek. Azokat megismerem. Erre kiderül, basszus kulcs, hogy megvették ezt a főiret ez eladó. Ráadásul ezt röhelyesen olcsón vette meg, mert valami forintért vette ezt a 800 négyzetmétert, úgyhogy ez egy vicc paráré, mert egy dülővel fönt, följebb az ötösbe ilyenekért egy milliót kérnek. Úgyhogy szomszédunk lesz. Hát, hogy milyen szomszédét, azt nem tudom. Egyszer már itt az asszony mondta, hogy voltak itt valaki emberek, azt kérdezték, hogy milyen kék a macskák, mert ha nem, akkor elvinnék. Ugye kint mászkáltak a fehér macskáink. Úgyhogy ez egyszer egy mínuszpont. A másik mínuszpont, hogy ide állt az út közepére, ha bárki jött volna, órákig nem tud elmenni. Beszéltem vele egyébként, az úgy normális csávónak tűnt, de hát majd kiderül. Tehát azért alapvetően én 2008 óta itt lakom. Nem nagyon lakott itt ember a hatos dűlőbe. Ott fönt az ötösbe, ott lakosgattak, de ott se sokan. Ott is egy-két ember volt, aki télen kint maradt. Tehát akik voltak, azok is csak ilyen nyári, ilyen kocatanyasi dűlősi emberek. De igazándiból a hatosban rajtunk kívül senki nem lakott kint télen. Nyáron se túl sok ember. Az ötösbe pedig tényleg egy-két ember lakott csak kint, és a többi az ilyen idén munkás volt nyáron, meg ilyenekkor jöttek ki a földekre. És ehhez képest ugye most ugye akkor itt lesz egy szomszédunk, ott tavaly kezdtek el ide költözni, ugye meg is mutatom, fölmegyünk oda is. Aztán mesélek, mert érintett engem is a koronavírus, képzeljétek el. Elmesélem majd hogyan. Ott az ágyásunk. Innen lehet látni talán valamennyire. Szóval... Itt volt egy óriási dzsumbuj, amit kitisztítottak az új lakók. Tehát itt hatalmas bokrok voltak. És ott volt egy icike-picike ház, amit fölbővítettek ekkorára. Na, ezek a népek egy éve költöztek ide. Nincs egyébként velük baj. Csak hát itt tényleg kezdünk benépesedni. Kezdi elveszteni a helye, a varázsát, hogy itt magunkban vagyunk. És ugye volt ez a föld, aki látta valamelyik videóban, mérgeskedtem is, hogy elvették előlünk, úgymond, tehát hogy lekésnünk a vásárlásról. És a helyzet az, hogy ez az a föld, már be is van kerítve. És a helyzet az, képzeljétek, hogy itt a ház, ide is építkeznek. De gyakorlatilag hamarosan ezek a népek is ide beköltöznek. Na, nesze neked, benépesül az egész galagonyás. Ez azért nekem annyira nem jó hír, őszintén szólva, hiszen a szomszédok az mindig egy konfliktus forrás. Én megszoktam, hogy nem alkalmazkodom senkihez.
ezen ezután sem szeretnék... Infofiók. Ezután sem szeretnék változtatni, tehát továbbra sem szeretnék alkalmazkodni senkihez. Elvégre, ha nagyon alkalmazkodni szeretnék, akkor inkább egy panelba költöznék, aztán ott lehet alkalmazkodni. Úgyhogy... Na, off. Koronavírus. Vannak a palántáim, és rendeltem ilyen palántanevelő lámpát, mert ugye kezd nagyon megnyurgulni a... Innen közben nézhetitek a kilátást, ha látszik valami. Kezdtek nagyon megnyurgulni a paradicsomok, úgyhogy rendeltem palántanevelő lámpát még pénteken. Semmi hír róla, majd jött az e-mail, egy magyar boltban rendeltem, direkt azért rendeltem Magyarországról, ugye, hogy gyorsan ideérjen, hogy ne az legyen, hogy akkor jöjjön meg a palánta nevelő lámpa, amikor már a palántáknak mindegy, mert már 6 méter magasak, és megnyúltak, és megette őket a palánta dőlés. Tehát minél hamarabb legyen. Ezért is úgy voltam vele, hogy nem sem néztem Kínában, mibe kerül egy ilyen palánta nevelő lámpa. Magyar webshopban rendeltem, egyébként szörnyen drágák. Nekem olyvá tűnik, hogy az ilyen jobb minőségi használható lámpák 30 ezertől indulnak, és inkább ilyen 50-100 ezer körül vannak, de lehet kapni 300 ezerért, fél millióért, még drágábban is, persze nagyobbakat. Én egy ilyen 13 ezer forintosat rendeltem, tehát az igencsak alsó kategória az árban, és ma jött az e-mail, hogy nincs készleten, a koronavírus hatásai miatt nem kiszámítható, hogy mikorra érkezik be a megrendelés, úgyhogy választak másik terméket, ha gondolom. Hát körülnéztem, volt még kicsit drágább, de az is ugyanaz volt, hogy nincs raktáron érdeklődjön. Aztán voltak ilyen E24-es, E17-es foglalatban betekerhető égők, de ezért én nem akartam szarakodni, én fel akartam oda akasztani egy komplett kész lámpát. Úgyhogy végül is nem rendeltem, visszamondtam a rendelést, és most Kínában körülnéztem. Fölmentem a Banggoodra, én ugye onnan szoktam nagy ritkán rendelni. Gyakorlatilag egy tök ugyanolyan lámpát találtam, hát így majdnem ugyanolyan, mint amit volt 13 ezer, azt ott láttam 6 ezerért, és akkor megnéztem, hogy van ilyen nagyon-nagyon-nagyon, tényleg nagyon drága szállítás, mert ilyen 3400 vagy 4000, 4000 forint a szállítás. Tehát ugye 6000 valamennyi a lámpa, 4000 a szállítás, viszont az elmetek 5-8 napon belül ideér, hát nagyon kíváncsi leszek a visszajelzésre, mert ezt viszont ugye előre ki kellett fizetnem PayPal-lal kifizetni, úgyhogy ez fájni fog, hogyha ez nem jön meg, mert a pénz már benne van. Így gyakorlatilag még így is olcsóbb lesz, mint Magyarországról rendelve, mert ugye Magyarországról rendelve 13.900 volt, vagy valamennyi ilyesmi volt a lámpa, plusz még a posta egy ezretes, tehát durván 15 ezer lett volna Magyarországra, és most Kínából ez ugye akkor megjön 6 meg 4, 10 kerekítve, hát ilyen 10.600 forintból megjön ez a lámpa, igen, ez lett a végösszeg. Ha megjön, erre leszek nagyon kíváncsi. Mert ugye ezt most direkt berendeltem Kínából, és ezt a rohadrága, nagyon gyors szállítást kértem hozzá, hát nézzük meg, mire jutunk. Közben itt is valaki, akiről fogalmam sincs, hogy kicsoda. Tehát egyszerűen annyi ember kiköltözött ide a dűlőbe, hogy ez már tiszta város lett, úgyhogy ez szörnyű. Ez talán az Amanda. Igen, Amanda Kutya Ovi. Van egy videónk a Kutya Oviról, ők is egyébként új lakók, de az más, őket jól viselem. Nézzétek meg, van Amanda Kutya Oviról videó a csatornán. Na jó, megyek le a városba, mert azért indultam, mert egy csomó dolgom van, úgyhogy megyek ezeket elintézni. Sziasztok! Ja, koronavírushoz még egy dolog, ugye a hatása még egy valamiben érint. Volt itt a csatornán erről egy videó, ilyen megtakarítás nyugdíj célról, úgyhogy aki tudja, az én nyugdíj megtakarításom nagy része az tőzsdei befektetésekben van, hiszen olyan jól nem állok, hogy lakásokat vegyek orvaszájba és azokat kiadjam. Úgyhogy én a hosszú távú 20-30 éves tőzsdei befektetésben gondolkodom. Hát 30, hol lesz nekem a 30-20 éves tőzsdei befektetésben? 30-at nem volt, hogy megérem. És hát most jelen pillanatban a tőzsdék esnek. Amerikai tőzsde is, svájci is, magyar, minden tőzsde esik, mint a kő. Szintén a koronavírus miatt, úgyhogy jelen pillanatban a nyugdíj célú megtakarításom értéke az nem nő, hanem csökken. Ez egyébként nem zavar, mert
mert nem, tehát ez elmúlik, tehát ez egy-két év alatt elmúlik legrosszabb esetben is, visszakerül ugyanerre a szintre, tehát itt most egy 20 éves tárlatban ez nem probléma. Annyiból inkább bosszant, hogy most nincs pénzem, hogy lassan-lassan elkezdjek vásárolni. Mert ugye akkor, ha most lenne fölösleges pénzem, akkor most érdemes lenne majd elkezdeni szép lassan, most másni fog tovább valószínű, ahogy nő a szarhalom, és egyre nagyobb a gáz, elég jobban esni fog a tőzsde, úgyhogy venni kéne. Hát annyira nem vagyok tökös gyerek, hogy most eladjam ezeket, és úgymond olcsóbban később visszavásároljam, mert ez is lehetne egy koncepció, de ezt az ember a nyugdíj célú pénzével nem csinálja. Ha lenne a nyugdíj megtakarításon kívül úgymond játszós pénzem, tehát amikkel ilyen napi kereskedést, meg rövid távú adásvételeket, meg ilyeneket csinálnék, azzal ezt simán megtenném, hogy eladnám most, mert feltehetően tovább fog esni, persze garancia nincs semmire, és mondjuk két-három hét, egy hónap múlva visszavásárolnám 20%-kal olcsóbban, de ilyen pénzem nincs. A nyugdíj célú megtakarítással meg én ezt nem játszom. Tehát ahhoz én puha vagyok, úgyhogy ott kiülöm a veszteséget. Csak hát itt sajnálatos, hogy most nincsen egy jelentősebb pénzem arra, hogy tudnék vásárolni olcsó. Tehát ez is koronavírus hatás, úgyhogy aki esetleg tőzsdei befektetésen töri a fejét, az lassan elkezdhet vételi pozícióba állni, mert lassan olcsó lesz a tőzsde majd, ha így haladnak tovább az események. Meséltem az asszonynak a mai történéseket, azt mondta, hogy, és ez lehet a videó végszava egyébként, mert lehet, hogy valaki félreértette a videót, hogy hát, jaj, hát szegények, nem tehetnek róla, hogy te antiszoc vagy. Tehát igazániból nem velük van a baj, személy szerint természetesen. Egyik új lakóval sincs konkrétan bajom, a legfelső lakókat nem is ismerem. Akik itt középen laknak, azokat ismerem, ezzel meg találkoztam. Nem velük van a baj, velem van a baj. De tök jó volt eddig itt egyedül lakni.